Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Szép Róza napja alkalmából megrendezett beszélgetésünkön. Vendégünk Hansági Ágnes. Hansági Ágnessel beszélgetünk, aki a Szegedi Tudományegyetem docense, jókai kutató, a Moritz Mohr Maurus Jókai című új könyvével kapcsolatban, amely a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. És a Balatonfüred Városétköze Alapítvány kiadása. Nem véletlen, hogy Hansági Ágnes legújabb könyve épp a Jókai által Magyar Tempevölgynek nevezett Balatonfüreden jelenik meg. Ja, most már 10 éve rendezik meg Balatonfüreden a Jókai konferenciát, amelynek Ágnes ötletgazdája és szervezője is. Ágnes, valaki, aki már szinte jobban ismeri Jókait, mint Jókai saját magát, hogyan szelektál az információk között, amikor belekezd egy újabb kutatásba, és tulajdonképpen hány bört lehet még lehúzni Jókai Mohrról? Hát ez egy nagyon csalóka történet, mert egyfelől rengeteg monográfia, kisregény, regény, novella foglalkozik Jókai életével, és Mikszáth tulajdonképpen Jókai halála után azonnal elkezdi írni azt az életrajzi, azt mondanám inkább regényt, ami az egyetlen életrajz, ami a rendelkezésünkre áll. Tehát egyrésztről azt gondolná az ember, hogy nagyon sokat tudunk Jókairól, másfelől nagyon-nagyon sok a restanciája a kutatásnak, tehát még mindig nagyon sok mindent nem tudunk. Hogy csak egy példát mondjak, a kritikai kiadás még mindig nem ért a végére. Tehát azt, hogy a novella anyag még nincs kiadva, az újságcikkei nincsenek kiadva. Ezek olyan adóságok, amik még rengeteg munkát adnak a kutatóknak, és ugyanígy nagyon hiányzik egy kritikai életrajz. Tehát Mikszáth kortársként, tulajdonképpen tisztelőjeként, rajongójaként, elődjeként tekint, tehát ő tisztelő és rajongó, és elődjeként tekint Jókaira, rengeteg szemtanúval találkozik, tehát családtagokkal, barátokkal, olyan információkhoz is hozzájut, ezek miatt a szóbeli találkozások, vagy ezeknek az eredményeképpen, amikhez nyilván egy mai kutató már nem jutna hozzá, vagy nem férne hozzá. Ugyanakkor nagyon sok olyan dokumentum lappang még mindig, vagy van még mindig levéltárakban, irattárakban, kézirattárakban, amelyeket a kutatás nem igazán ismer, vagy nem mérlegelt, nem mérte fel igazán a jelentőségét. Miben újdonság ez az új kötet? Én azt gondolom, hogy egyfelől megpróbáltunk új eredményekre támaszkodni. Tehát amik az utóbbi 15-20 évben kerültek inkább a kutatás homlokterébe, azokkal a kérdésekkel előrukkolni, de az igazi újdonsága azt hiszem az, hogy megpróbáltuk egy picit ezt a rossz imást megváltoztatni, formálni rajta. Nagyon sokszor megdöbbenek, amikor gimnazistákkal, vagy akár középiskolai tanárokkal is egyébként kollégákkal beszélgetek, hogy milyen kép él bennük Jókairól. És ez a kép, ez bizony a Kádár-rendszernek a Jókai képe, amelyiknek az emlékezett politikájával ugye nagyon nem fért össze Jókai, de hát kiiktatni nem lehetett a rendszerből, hiszen ott voltak a kötetek óriási rajongótábora, a 60-as években mindig a legolvasottabb magyar szerző, és hát erre találták fel ezt a kitűnő megoldást, hogy akkor mondjuk azt, hogy Jókai populáris. És a középiskolai tanárok nagy része, én azt gondolom, hogy még most is azt gondolja, hogy minek is kellene a 19. század népszerű szerzőjét tanítani a mai gimnazistáknak. Tehát valójában nem nagyon, még szakemberek sem igazán vannak a tudatában annak, hogy itt a 19. század legjelentősebb prózaírói vagy regényírói életművéről van szó. Egy olyan regényírói életműről, ami európai és világ mércével mérve is óriási hatással volt az irodalomnak az alakulására, a fejlődésére. Manapság már elég nehéz Jókait olvasni, vagy így sokan ezt vallják, és ez a manapság, ez már elég régóta tart, és mi lehet ennek az oka, hogy ezt a manapságot így hosszú távlatban nézzük már, ezt a nehézséget, olvasási nehézséget? Uh-huh. Hát az olvasás, az, tehát az, hogy nehéz olvasni, vagy nehéz klasszikus regényeket olvasni, az nem csak Jókai csúlya. Ugye itt egy ilyen nagyon csalóka helyzetben vagyunk, mert amikor beül az ember megnézni egy Shakespeare drámát, azt kortárs költők fordítják újra. És hát nyilván
azt hiszük, hogy ez milyen modern nyelven beszél. Holott, tehát, hogyha az eredeti szöveget kellene bárkinek kézbe venni, akkor azt hiszem mindenkiről folyna a víz. Tehát azt hiszem, hogy egy 50-70 évnél idősebb szöveg esetében mindig felmerül az a probléma, hogy ott már az ember a nyelvnek ezt a történeti távolságát érzékeli. Tehát ezt a nehézséget ezt le kell győzni. Na most, aki nem tud elolvasni egy jókai novellát, egy jókai regényt, itt azért azt hozzá kell tenni, hogy a megfelelő életkorban. Mert nyilván az, hogy a közoktatásban ilyen helyzetben sodródott a jókai életmű, annak az volt a másik oka, hogy a közszívű ember fiait általános iskolásokkal akarták volna elolvastatni, ami nonsense. Tehát ez egy nagyon jól olvasó általános iskolás esetében is lehetetlenség, hiszen nem gyerekeknek szóló regényről van szó. De az biztos, hogy akinek problémája van a megfelelő életkorban a jókai szövegek elolvasásával, az egy Kosztolányi szöveget sem igazán tud jól elolvasni, vagy egy Móricz regénybe is beletörik a foga. Nem beszélve kortárs magyar regényírók, költők műveiről. Tehát én nem hiszem azt, hogy aki mondjuk egy jókai novellán fennakad, az egy József Attila verssel könnyen boldogul. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig jókaira fókuszálták ezt a kötelező problémát, hiszen ez egy olyan hívónév volt, egy olyan hívószó, amivel címlapra lehetett bármilyen újságban kerülni, de a probléma az ennél sokkal összetettebb. Tehát itt általában a klasszikus szépirodalmi szövegek olvasásának a nehézségéről beszélünk, és bizony ebben az összefüggésben már a 20. század első felének a művei is nehezen olvashatónak számítanak. Tehát nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy akinek beletörik a foga jókaiba, az majd Kosztolányi vagy Babits lírájával vagy prózájával nagyon könnyen fog boldogulni. Én magam is a saját bőrömön tapasztalom, ugye a kőszívű ember fiait én is tanítom. Ugye a diákoknak is meg is kérdeztem ugye a beszélgetésre készülve a kollégáimat és a diákjaimat, hogy ők mit tartanak benne, könnyűnek, szórakoztatónak, vagy nehéznek-e a mű olvasása kapcsán, és nekem a diákjaim is és a kollégák is azt emelték ki, hogy a történelmi hűség az, ami nagyon fontos, és hogy a gyerekeket az ragadja meg, hogy megvan az a biztonság, hogy ugye a Nemzeti Alaptanterv szerint is történelemből előbb tanulják ugye a szabadságharcot, és ez a forradalmi történet az sokkal közelebb áll így hozzájuk, hogy tudják, hogy miről van szó, és azt sokkal hitelesebbnek is élik meg, mert hogy Jókai aktív szereplője volt a forradalmi eseményeknek, és így valósnak élik meg azt, hogy a baradlai fiúk szemével, gyakorlatilag jókai szemével nézik ezt a történelmi eseményt, és így már van mibe kapaszkodniuk. Viszont ugye magát a nyelvezetével ugye nagyon sok problémájuk van, hiszen nagyon sok idegen szót használ jókai, vagy olyan szavakat, amiket már mi nem használunk, vagy esetleg benne van ugye a kétnyelvűség is a pakliban, ami nem igazán való egy hetedik osztályos diáknak. Mi az, ami lehet esetleg segítség, ugye most változott az elvárás, ugye, hogy nem a kőszívű embert fiait kell tanítani, hanem az egy magyar nábobot. Hát nem hiszem, hogy az egy magyar nábob sokkal egyszerűbb lesz. Én azt gondolom, hogy ezek nem gyerekeknek való regények. Ugyanakkor nyilván arról sem mondhatunk le, hogy a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb életművét megismertessük valahogyan a diákokkal. Hiszen az nagyon fontos, hogy tudjanak róla, ismerjék, de hát egy művet nagyon sokféleképpen meg lehet ismertetni. Össze lehet foglalni izgalmasan a tartalmát, el lehet belőle játszani jeleneteket. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit a magyar tanítás is leragadt annál, hogy ha meg akarok ismertetni egy művet, akkor azt el kell olvastatni. Nem feltétlenül. Tehát elég lenne, én azt gondolom, általános iskolában egy picit mesélni ezekről a művekről, vagy mesélni ezekről a nagy történetekről, és az már egy elegendő alapot adna ahhoz, hogyha valaki megérik, elér oda, eljut odáig, akkor majd egyszer csak levegye a polcról ezeket a nagyon fontos műveket. Ön is írt már erről több tanulmányt is, és hogy könyv is jelent meg, ugye, hogy a novellisztikája is milyen érdemreméltó Jókainak, bár erről nagyon keveset beszélünk. Esetleg az érdemesebb lenne, hogy azt hoznánk be a közoktatásba, hogy közelebb hozzuk Jókait, hogy ne ijedjen meg mindenki attól, hogy 600 oldalas regényeket kell olvasni. Igen. Hát tulajdonképpen, amikor az egyik füredi Jókai konferencián a kollégákkal beszélgettünk arról, hogy mi legyen a következő, tehát mi az a fontos probléma, vagy az a terület, amit meg kellene nézni,
akkor merült fel a novellisztika kérdése, mert hát a legutóbbi időkig szinte semmit nem tudtunk a Jókai novellisztikáról, holott a súlya, a jelentősége az életművön belül óriási. Ugye egyfelől novellistaként válik sztár szerzővé, tehát novellistaként indul, novellistaként, tehát 45-ben novellistaként fut be, és így ismeri meg a közönség, és a 19. század második felében, ugye az élete folyamán 36 novella kompozíciót, vagy novella ciklust állít össze, és ebben benne van a 100 novellát tartalmazó Dekameron is. Tehát a 36 vagy 37 ilyen összeállításból az egyik az egy 100 novellás 10 kötetes vállalkozás. Tehát a kortársak számára Jókai legalább annyira novellista, mint regényíró, és nagyon népszerűek ezek a novella válogatások. Tehát van olyan novella kötete, novellás kötete, amelyik az 50-es évektől a század fordulóig 17 kiadást megélt. Tehát ez innen azért lehet azt érzékelni, hogy ezek elfogytak, tehát ezeket újra kellett nyomni. Tehát nagyon fontos az ő novella írói tevékenysége. Én magam úgy kezdtem el a novellák között keresgélni, hogy középiskolai tanárkollegák hívtak kétségbeesve, hogy mondjak már valamit. Ők szeretik Jókait, látják, hogy miért fontos, látják, hogy nagy szerző, de mi az, amit be lehet vinni osztályba? És akkor így kezdtem el keresgélni, és sikerült is találni egy pár novellát, amik beválnak. Tehát az a kollégáktól a visszajelzés, hogy ezeket szívesen olvassák, lehet róla beszélgetni. Tehát én azt gondolom, hogy talán ez az a korpusz, ahol érdemes most is keresgélni, beavató olvasmánynak alkalmasabbak, mint a nagyregények. És hát tulajdonképpen ennek a vállalkozásnak a nyomán született meg a Balaton vőlegényei című válogatás, és ennek a novelláit a kollégák, irodalomtörténész kollégák javasolták, tehát azt kértük tőlük, hogy gondolkodjanak el, hogy szerintük mi az, amit lehetne javasolni a közoktatásban tanító kollégáknak, hogy ezekhez a szövegekhez forduljanak, és így állt össze a novella válogatás, és ehhez jelent meg aztán szintén a Tempevölgy könyvek sorozatában a tanulmánykötet. Úgyhogy, ha valaki a Balaton vőlegényeiben keresgél, akkor tanulmányt is talál az adott novellához. És hogyha már ilyen elég nagy életműről beszélünk, akkor igazából ugye azt is tudjuk, hogy Jókainak az elég hosszú és szép életet élt, és ezért az életrajzából is vannak olyan dolgok, amiket így érdemes megemlíteni, mi esetleg a mai fiataloknak jobban felkelti az érdeklődését, hogyha azt veszük, hogy egy kicsit bulvárosabb volt az élete, és elég tudatosan is használta ugye a tömegkommunikációt, akkor még csak ugye a nyomtatott sajtót. De esetleg abban lehet ugye valamit még kiemelni, hogyha mondjuk onnan közelítjük meg, hogy a szerelmi élete, és ugye még egy kis összekapás mondjuk Petőfivel, ami ugye ebbe a könyvben is szerepel, egy kicsit így kitér arra, hogy milyen kapcsolatban álltak Petőfivel ugye a pápai iskolai évek után is, hogy azt talán esetleg közelebb hozza a diákokhoz, hogy ismernek még egy szereplőt ebből a történetből, ugye Petőfi Sándort. Igen, én azt gondolom, hogy ha az ember egy picit arról beszél, és ezt már én is kipróbáltam egyébként, tehát ez le van tesztelve, hogy gimnazistákkal arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen ki volt ez az ember. Tehát mi az, amit ő csinált, és ami a jelentősége a 19. században, és ami hát tulajdonképpen máig meghatározza az ő jelentőségét, akkor ők azért el szoktak ezen csodálkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben az érdekességeket nyugodt lélekkel az ember használhatja arra, hogy felkeltse a fiataloknak az érdeklődését. Ugye nyilván a 19. század második felének Jókai volt a celebje. Tehát ő volt az a magyar író, aki tényleg a világ minden táján ismertek, szerették, nagyon szerették, és ugye, hogyha ma az ember egy gimnazistának azt mondja, hogy Csehov, Anton Pavlovics Csehov, aki ugye a modern irodalomnak az egyik nagy kultikus figurája, úgy akar befutni, hogy ír egy Jókai imitációt. Mert Jókai annyira népszerű Oroszországban, hogyha valaki Jókai imitációval jelentkezik, már az magában magára tudja vonni az olvasóknak a figyelmét, akkor ezen el szoktak gondolkozni. Szóval az, hogy a Párizsi világkiállításon
A Jókai életmű, a Jókai szoba, az elnyeri a világkiállítás nagy díját, ez ma már elképzelhetetlen. Egyébként nem is volt ilyen a világkiállítások történetében, hogy írói életműre egy könyvkiadó, egy író kiállítási nagy díjat kapjon. Tehát ez is egy egészen unikális történet, és ugye az, hogy Jókai utána fogadja a francia államelnök, ott vannak a leghíresebb francia írók, Anatole France, mindenki, aki számít, él, mozog. És ugye a politikusok megírt beszédeket olvasnak fel, és Jókai ugye 1900-ban 75 éves, ugye 25-ben született. És ez a 75 éves bácsi föláll, és a francia államelnök papírból felolvasott szép politikai beszédére egy rögtönzött francia beszéddel válaszol. Tehát ha az ember ezeket a sztorikat elmeséli, akkor ők is elkezdenek azon gondolkozni, hogy Jókai egy nagyon nagy ember volt. Tehát egy olyan figurája a magyar irodalomnak, aki nem csak a 19. században volt exportcikk, mert tulajdonképpen hosszú évtizedeken keresztül, majdnem egy évszázadon keresztül Jókai volt a magyar irodalomnak az első számú exportcikke, akit minden nyelvre fordítottak, és mindenhol jól el lehetett adni, de itt nem az eladáson van a hangsúly, hanem azon, hogy Csehov féle, vagy Csehov rangú szerzők számára tudott valamit produkálni, vagy tudott valami olyat csinálni, amire ők is felfigyeltek. Szóval én azt gondolom, hogy ezeket nem tudjuk, vagy nem tudatosul igazán a fiatalokban sem, és talán a magyar tanárokban sem eléggé, hogy ezek az apróságok, ezek a tények, ezek mennyire fontosak abban, hogy belássuk azt, hogy valakivel igenis foglalkozni kell. Tehát nem szabad elfelejteni, nem szabad elengedni, mert mégiscsak a magyar kultúrának egy nagyon dicsőséges története ez, és nem sok ilyen dicsőséges története volt az elmúlt 200 évben. Amikor olvastam ezt a könyvet, akkor így megfogalmazódott bennem, hogy ma már valóban ugye celebnek hívnánk ugye Jókait, de ilyen szempontból nevezhetnénk, hogy a foglalt munkássága inkább ilyen multitaskingre hasonlít, de akkoriban még azért polihisztornak neveztük, hogy elég sok mindenhez értett, ugye csillagászathoz, kertészethez, és mindegyiket azért bele is fűzte a könyveibe, és hogyha így belegondolunk, hogy a modern olvasónak szakmai értelemben is az a feladata, hogy ezeket mind meg is értse abban, ami ugye a könyvekben benne van, és vajon annak hogy van relevanciája a mai világban, hogy úgy legyen valaki modern olvasó, hogy minden részletét is megértse annak, ami Jókai zseniá és nyelviségét is jelenti, hogyha most egyelőre azzal is küzdünk, hogy az olvasást népszerűsíteni kell. Hát nyilván ez egy nagyon nehéz történet, mert a 19. század írói még nagyon erősen alapoztak arra, amit általános műveltségnek neveztek akkor. Ugye ma már ez nagyon erősen megkopott, vagy ha nem is kopott meg, nagyon mást jelent. Tehát sokkal kevesebb mindent hordozunk a fejünkben, hiszen ki lehet bármit googlizni. Tehát nyilván a korábbi olvasó generációknak a memóriája az ilyen szempontból sokkal jobban is működött, és hajlamosabbak is voltak utána nézni mindannak, amit olvasnak. A másik probléma azt hiszem, hogy abban rejlik, hogy egy 50, még akár 50-60 évvel ezelőtti olvasó is sokkal lassabb tempóban olvas. Sokkal lassabb az életnek is a ritmusa, az olvasásnak is a tempója, és ezt a fajta tudásban és nyelvileg is összetett irodalmat jobban lehet egy ilyen lassabb fókuszáló olvasással olvasni. Tehát az a fajta mai, kicsit kapkodott, gyorsan a lényegre rákereső olvasási technológia vagy technika, amelyiként a szépirodalom olvasására ma sem alkalmas. Tehát egy mai kortárs költőt sem lehet ezzel a technológiával vagy technikával elolvasni, ezzel az internetes hírek között lehet bogarászni. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez a polihisztorság, ez csak egy rész probléma, vagy egy része a problémának, újra meg kell tanulnunk fókuszálva, figyelmesen olvasni. És akkor talán van esélyünk arra, hogy ezeket a nagy életműveket ne veszítsük el. Hogyan fókuszál erre ez az új könyv? Hát most nyilván ez egy rövidebb, terjedelmű, nagyon szép képek vannak benne, nagyon szép kiállításuk is kötet, és az elsődleges cél az volt, hogy arra rádöbbenteni ennek a könyvnek a lapozgatóját,
hogy milyen nagy ember volt Jókai, hogy mennyire izgalmas figurája ő a 19. századi magyar irodalomnak. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen kötet az nem arra vállalkozik, hogy valakit megtanítson a fókuszáló olvasásra, hiszen egy sziszifuszi, lassú, több éve keresztül tartó oktatási vagy edukációs program, tehát ezt nem tudja egyetlen könyv felvállalni, de azt hiszem, hogy meg tudja tenni, és talán ha sikerült megvalósítani úgy, ahogy elterveztük, akkor meg is fogja, hogy aki ezt a kötetet kézbe veszi, azt talán rá fog arra döbbenni, hogy itt egy nagyon-nagyon izgalmas karakterről, egy nagyon izgalmas íróról, egy nagyon izgalmas személyiségről van szó, aki nagyon sok mindenben pontosan azokat a dolgokat készítette elő, amik lehetővé teszik ezt a mi mai mediális létezésünket, vagy világunkat. Tehát, hogy rengeteg mindent tett azért, hogy a tömegmédiumok azok Magyarországon is lábra álljanak, és úgy működjenek, ahogy, és képesek legyenek a művészetnek a közvetítésére is. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas figura, és talán egy picit ez a könyv erre rádöbbenti azt, vagy felkelti az érdeklődést, a karakter, a figura, az életmű iránt. Nekem az volt egy ilyen személyes kedvencem, hogy a humorára én így annyira nem gondoltam még soha Jókainak, és ez egy könyv egy kicsit jobban rávilágított. Van esetleg önnek valami személyes kedvence ebből a könyvből? A humorával kapcsolatban? Vagy úgy általában is, hogy ami olyan... Aha. Hú, hát nagyon nehéz válogatni, mert hihetetlenül gazdag az életmű, és tulajdonképpen ő, amikor tragikus dolgokról ír, akkor is hajlamos arra, hogy valamilyen nyelvjátékkal, humorral oldja ezt a tragikumot, vagy ezt a feszültséget, vagy nagyon sokszor pont a humort használja arra, hogy a tragikumra még jobban rávilágítson, vagy még jobban megéreztesse az olvasóval azt, hogy itt valami nagyon tragikus dolog történt. Tehát most hirtelen az jutott az eszembe, hogy a Kiskirályok, ugye mindig azt szokták mondani, és ez is egy olyan téves kapcsolás Jókaival kapcsolatban, ami nagyon sokat ártott az életműnek, hogy Jókai ugye ilyen mitológia gyártó szerző, hogy a 48 mitológiája, hogy ő nem tud másképpen gondolkodni a magyar történelemről, csak ilyen nagy mitológiában, nagy mitoszi történetekben. És ez részint persze biztos van ebben igazság, hogy mítoszokat is gyárt, de hát Jókainál nagyon mítosz rombolót, vagy mítosz bontót én nem nagyon tudnék a magyar irodalomból. Ugye a 48-nak a történetét ő nagyon sokszor újra mondta, nagyon sokszor elbesélte. És ezek között, az elbeszélések között bizony jócskának ad olyan, amelyik parodisztikus, amelyik nagyon keményen, nagyon talán fájdalmasan keményen rávilágít arra, hogy lehet ezt a márciusi forradalmat bizony olyan szemszögből is nézni, hogy ez egy nagyon nevetséges történetnek tűnjön. És én azt gondolom, hogy az, hogy ő sok negatív érzelmet is kiváltott a kortársaiból, az részint ennek volt köszönhető, hogy mindig megmutatta mindennek a színét és a fonákját is. Tehát egy példát nehezen tudnék most kiemelni, de nagyon sok példát tudunk az ő humorára találni. Ugye nem véletlen, hogy Tompa Mihály úgy is búcsúzik el tőle, amikor a halál előtt egy búcsúlevelet ír Jókainak, hogy a magyar humor megteremtőjétől búcsúzik el. Tehát ő úgy gondolta, hogy Jókai az, aki tényleg megteremti a magyar humort. És ez nagyon jól meg is mutatkozik ebben a könyvben, főleg már a címében is egy kicsit elősejti, hogy honnan is van ez a névválasztás, ami majd ebből a könyvből kiderül annak, aki elolvassa. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.